Üdvözlem a Szerda Helyzet nézőit, és egyben üdvözlem a stúdiónkban Érsek Józsit. Józsi, szervusz! Köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit, minden DAC szurkolót és sport szerető ember. Amikor megemlítettem egy pár embernek, hogy veled akarok csinálni interjút, videóinterjút, akkor megkérdezték, hogy miért. Erre van egy válaszom, hogy mindketten átéltünk magunk módján a Antal érát, és szerintem te voltál az egyetlen ember, akivel, vagy egy a kevesek közül, akivel lehetett nyíltan és nyugodtan megbeszélni bizonyos dolgokat, és ezért tiszteltelek és becsültelek. Másodszorban volt a ULK-n egy találkozásunk, ahol sokan elég gyalázatosan viselkedtek velem, de te voltál az, aki emberi módon viselkedett, úgyhogy ez volt az a ok, ami miatt egyik ok, ami miatt természetesen a véleményeidre is kíváncsi vagyok, de ez volt az a ok, hogy miért hívtalak meg. Te miért fogadtad el a meghívásomat? Nem tudtam, hogy ez lesz az ok, úgyhogy kösz, hogy valami ilyesmiről akarunk beszélni, de mindig próbáltam, ahogy oda jutottam a DAC-hoz, mindig próbáltam ezt a kommunikációt helyrehozni, ami abban időben valahogy nem annyira működött, ahogy kellett volna, és be is igazolódtak dolgok, amiket én akkor úgy próbáltam eszközölni, hogy ne így álljunk a dolgokhoz. Következő kérdésemre lehetne egyszerű választ adni. Igen, van, nem, ha a kérdés úgy hangzana, hogy jó döntése volt az Antal érában a DAC-ba lépni, de én inkább úgy kérdezem, hogy évek után hogy minősíted ezt a döntésedet? Lehetne válaszolni rá igen is, meg nem is. Megmondom őszintén, akkor, mikor ez oda jutott, hogy én valamilyen szinten belelépek ebbe a DAC-ba, nem is forgott a fejembe, hogy most ez jó döntés, nem jó döntés. Mindig voltak ellentáborok, mindig voltak mellettük, akik voltak, mert én csak azt láttam az be egészben, hogy valamilyen szinten segíteni azt a klubot, mert hát mindenki szereti ezt a focit itt Szerdán. Megvolt a lehetőség akkor nekem, hogy így, hogy ezen a szinten vagy segítsek nekik. Próbáltam is, meg láttam, hogy ott aztán ahogy belefolytam, jobban ebbe dolgokban láttam, hogy mik ott azok a problémák, amiket kellett volna eszközölni. Mindig készen álltam arra, hogy valahogy ezt a problémákat megoldani, úgy, mint a város felé, vagy a közönség. Volt olyan pont, amikor már te is tudatosítottad, hogy élek a szurkolók szlogennyével, hogy elkövetkezik a game over, hogy te is elmész a klubból, vagy tulajdonképpen nincs nagy jövője? Volt olyan pont? Megmondom őszintén, ennek a úgynevezett háborúnak, mert ezt azt lehet megmondani, hogy háború. Persze, hogy eljött egyszer a vége, mert ennek ez volt a természetes vége. Nem lehet valamit csinálni úgy, hogy állandóan valakivel háborúban. Tehát ezt le kellett zárni. Az, hogy én maradtam-e volna, vagy elmentem-e, az annyira engem, mint magánembert nem érdekelt. Gondoltam, hogy ahogy fog ez alakulni, úgy hagyom az egész. Tehát ha az lett volna, hogy még maradhatok, vagy valamilyen szinten ugyanúgy segítek, vagy próbálok ebben dolgozni, oké, abba is belementem volna, de hogy nem kellek, azzal is beletörültem, úgyhogy. Miben életre szóló tapasztalat számodra ez a pár év adatban? Annyiba, hogy jobban bele tudtam folyni ebbe a foci körüli dolgokba, tehát azért sok mindent most másképp látok, mint egy egyszerű néző, aki kijár a meccsekre, akik néha nem értik, hogy miért van ez így, miért nem van ez úgy. Ez vonatkozik a mostani éráról és arra éráról is, úgyhogy ebből a szempontból ez egy tényleg egy tapasztalat volt számomra. Mivel foglalkozott Érsek József, miután előtt a úgymond világi éra és más utakon járt? Focival már annyira nem. Maradtak csak a barátságos meccsek, amire még mai nap eljárok, úgyhogy szeretem a focit, de így már, hogy valamilyen klub szinten, hogy valahova belefolyni már nem akartam, nem is volt rá energiám, hogy valami őszintén.
2014 óta eltelt 4 év, a Világi Éra írja a saját történetét. Hogy látod ezt a 4 évet te? Változások azok nagyok, megmondom őszintén, lelkalappal, az, ami megy, épülnek a dolgok, szép minden, oké. De nekik se volt egyszerű ezt valahogy csinálni, vagy végigvinni, mert elején azért nem mentek úgy a dolgok a foci körül ott sem, mint vagy kellett volna, már mind a színvonal nem volt szerintem. Te hogy látod? Mik a legnagyobb pozitívumok? Én még a stadionon belül nem voltam, sajnos. Nem tudom, nem is látok bele, hogy kik mit, mivel irányítnak, vagy hogyan működik ez az egész. Biztos van egy komoly stábjuk, nem úgy, mint anno, akkor nekünk. Mindenkinek volt 4-5 feladata, vagy szakmája, amit szeret akkor csinálni. Itt azért nagyobb apparátussal dolgozik, gondolom a tulajdonos. Hogy fejlődés van, az kézenfogható. Gyönyörű ez az akadémia is, ami most épül. Stadionról nem is szólok. Jól kitalálták szerintem. És az a jó, hogy ott hagyták, ahol maradt. Vagyis eddig is volt. Tehát nem lett elvéve máshol, mert voltak tervek, hogy ide-oda visszük a focit. Az nagyon jó helyen maradt. Mi a legnagyobb plusz a Dacban? Ez az, ami egész itt kiépült. Szerintem ez a plusz. Foci az. Már azért az is alakul. Lehetne ekkora költségvetés mellett azért kicsit jobb foci, de nem az. Jó, most konkrétan beszéljünk a szombati mérkőzésről. Megmondom őszintén, felvételről néztem, sajnos nem voltam kint a meccsen, még már évek óta nem voltam a stadionban. Ahogy láttam, egy jó napot fogtunk ki, mert ott a Zsolnának első 15-20 percben volt 3 helyzete, berúgják a helyzeteiket, másképp alakul a dolog, de nem ijedt meg a csapat, tehát látszik, hogy azért van már tartásuk, meg kell hozzá szerencse is a jó focihoz. Úgyhogy utána, ahogy rúgtunk nekik gólt, egyre bátrabbak voltunk. Nagyon jó ez a új fiatal srác, ez a csatár, és szerintem a legtöbb munkát ez a Davis szélső, az végezte. Érsek Józsi jövője? Megmondom őszintén, 5. éve már Pozsonyban lakok. Járok le Szerdahelyre, mert hát fiaim itt vannak. Vállalkozom. Várom, hogy már készen legyen a Nemzeti Stadion. Lehessen már ott is Pozsonyban végre valahol normális focira járni. Meg azt szeretném, ha egyszer ott is lenne még egy olyan csapat, mint a Slovan, tehát lennének derbik. Mert ez így, hogy egy csapatos város, ez sem. Végszó. Hajrá, Laci. Józsi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.